Sziasztok! A mai Lessünk Bele epizódban a Knowledge is Power című PlayStation linkes játékot fogjuk kipróbálni, amihez mindössze a játékra van szükségetek, illetve egy okos eszközre, legyen az telefon vagy tablet. Android és iOS is tökéletesen működik hozzá, és nem a kontrollert fogjuk használni, hanem a telefont. Ezért egy kicsit lassabb lesz a videó, mert igyekszem nektek képeket is csinálni a játék menetéről, hogy én mit fogok látni a telefonon keresztül. De ez ne vegye kedveteket, nagyon poén a játék, én már nyomtam vele egy kört, és nagyon várom a folytatást. És csinálunk egy bemelegítő selfit, ez nagyon fontos. Meg is van. Ezután nincs más dolgunk, mint elkezdeni a játékot. Már jóformán nem is kell a kontroller, csak a telefont kell alkalmaznunk, hogy a kezdés gombot szépen nyomva tartjuk. A minimum 2 fő, aki részt tud venni a játékban, maximum 6-an lehet. Ja igen, és teljesen magyar nyelvű. Üdvözöllek titeket a Knowledge is Power játékban. Max vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy velem tartotok. Kezdődjön hát a Knowledge is Power. Lássuk a mai bátor versenyzőket. Ez egy kvízjáték alapvetően, úgyhogy különböző témakörökben kapunk kérdéseket. Sárkánnyal és bozontos szakállal vág neki a vadonnak. Ma sincs ez másként. Összesen 8 féle versenyzőt tudunk játékba állítani. Tapsoljuk meg még egyszer a versenyzőinket, és kívánjunk nekik jó utat, amint belépnek a tudás piramisába. Na lássuk. Bemegyünk, és először témakört kell választani. 4 szép ajtó és 2 okos kovak. Eszeljétek ki, hogy melyik irányba vezessen a kaland. Legyen mondjuk a mai világ. Nincs konszenzus. Vagy élettudomány. Életlen generátor, tedd a dolgod. Akkor ilyen sorsol egyet a gép. Közben a telefon időnként kiad nekünk egy-egy adókártyát, amit föl tudunk használni. Zöldségtől lesz fura szagú a vizelet, ha túl sokat eszünk belőle. Jó kérdés így nyitásként. Hát szerintem spárga. Magabiztosnak tűntök, de vajon igazatok van? Mindketten ügyesek voltatok! Igen, így, hogy én momentán 2 telefont használok, ez egy eléggé egyértelmű. Amit igyekszem néha más választ is adni, hogy jó legyen, de azért szándékosan nem fogok rossz választ adni. Oké, másik ajtó. Az ajtóról csinálok nektek egy képet. Legyen a földközi tenger. Mindenkinek van egy adója, amellyel érvényteleníteti ellenfelei szavazatát, és maga válhat minden tudás mesterévé. Egy adó. Igen, most előttem egy adót, ezért volt esélyünk a tengeri kérdésre. Akkor kezdjük is. Melyik hatalmi játszma lesz a leghatásosabb az ellenféllel szemben? Vannak hatalmi játszmák, ami szerint bombát, fagyasztást vagy festéket tudunk momentán használni. Én a festéket eléggé szeretem. Annyi a lényege, hogy összekenjük partnerünket. Festék.
És ez egy kicsit megnehezíti a kérdést majd, amikor megkapjuk. Hogy hívják ezt a klasszikus olasz ételt? Hát ez nem egy bonyolult kérdés, még így festékes háttérrel sem. A legegyszerűbb, ha gyorsan lepucoljuk a képernyőt, amennyire csak lehet, majd válaszolunk. Biztatónak tűnik a helyzet, de jól válaszoltatok? Lássuk, egy, kettő, két helyes válasz! Szuper! Ja. Vajon merre indulunk tovább? Mi ez, Európa? Finom ételek vagy világkonyhái? Hát legyen a mi ez. Az egész játék időre megy, úgyhogy fontos a gyorsaság. Ez csak azért megy momentán kicsit lassabban, hogy nektek tudjak közben mutatni mindent. Dobjunk. Műveltségi quiz. Jó. Vajon mivel lehet neki fogni a szelet az ellenfél vitorlájából? Igen. Bejött egy újabb hatalmi játszma, és ez pedig a gömböc, ami azt csinálja, hogy bizonyos betűket kiszed a megfejtésekből, így nehezíti azt számunkra. A kutyafáját! Amúgy nagyon kis cuki. Igen, illetve van a jég, ami értelemszerűen lefagyasztja a képernyőt, tehát föl kell törni a jeget, hogy hozzáférjünk. Látás névvel. Most föl kell törnem a... Jaj, összet nyomtam, föl kellett volna törnem a jeget, csak elkapkodtam. Amúgy szerintem egyik se lesz a jó. Igen. Ez aztán trükkös kérdés volt, de még mennyire? Oké. Most pedig lássunk valami egészen mást. Igen. Ez egy kicsit szokatlan lesz, nem csak kivíz, hanem valami extra. Általában ilyenkor, igen, párkereső. Itt az a lényeg, hogy a párokat találjuk meg, és a telefont úgy kell ide-oda mozgatni, hogy megtaláljuk a dolgokat. Kapcsold össze a szerzőt a könyvvel. Mindjárt. Jó, vágjunk bele! Na nézzük, például így. Meg így. Nem sok van. Ennyi volt, srácok, végeztünk. Ki a legjobb párkereső? Hát, majdnem sikerült mindet. Jó, te nyerted meg a kört! Igen. Zoló kettes versenyző sokkal jobban csinálja, mint a hotdogos Zoló. Elég fura, hogy mindig kajás kérdéseket ad, most legyen megint a mai világ, az már úgy bevált. Micsoda lázadó szellem, bízzuk a döntést a véletlenre! Igen, illetve vannak dupla gubancos hatalmi játszmák, például amikor festék és jég is egyszerre szerepel. Nem csak elég, hogy leszedjük a... Szemetek a kérdésre vessék! A festéket, hanem még a jeget is fel kell törni. A amerikai városban van kiállítva.
Ó, ez nehéz kérdés. De aki látta a Nemzet Aranya című filmet, az biztos emlékezni fog rá, hogy... Philadelphia. Ketten kétfelé szavaztatok, de el is találta valamelyik őtök? Igen, tiéd a győzelem, barátom. Választhatok kategóriát, vagy egy szimpatikus ajtót, ahogy tetszik. Oké. Országok. Na, most mind a két dolog oda megy, akkor mindenben egyetértünk, szuper. Nemzet zászlaja négyzet vagy téglalap alakú, egyet kivéve. Melyik az? Sejtem a kérdést. Most megmutatom nektek, hogy néz ki a gömböc. Egy pillantás. Szóval mindketten ugyanazt választottátok. Helyes az egyetértés, helyes a válasz! Már is jöhet az újabb kategóriánk. Ázsiai helyek, legyen az! Nincs egyetértés? Jöjjön a véletlen generátor! Mm-hmm. Ugye azt hiszem, a játékban közel 50 trófea van, hogyha valaki ki akarja platinázni, aki egyszerűbb, hogyha összeszed egy baráti társaságot, és szépen kipörgetitek. Na, nyomjunk egy kis jeget. Jön a kérdés! Melyik két ország között helyezkedik el az ősi hajbárhágó? Hát, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. Legyen mondjuk ez. Egy rugóra jár az agyatok! Egyszerűen kiráztátok a kis ujjatokból. Szép munka! Ezt nem mondanám, de jó. Egy új ajtó. Na, megint egy ilyen bónusz feladat. Készüljetek fel! Most pedig a válogató következik! Ötszintű ujjakat készíts! Jól van, nem lesz nehéz, csak szét kell válogatnotok a válaszokat balra vagy jobbra pöccintéssel. Dalcímek. Cole vagy Fight? És egy, ki, ha, right! Oké. Okay. Ez momentán így néz ki. Hát ez elég nehéz. Hm.
És végeztünk! Hát... Igenhettek, srácok! Nehéz volt. De azért elég jól ment így két telefonnal húzogatni. A hegymászónk végzett az élen. Szép volt! Hát nem sokon múlt. Ideje kiválasztani a következő kategóriát. Ókor. Tök jó. Eltér az álláspontotok. Vagy ez? Adjunk fel egy virtuális érmét. Itt az idő, hogy bepiszkítsátok a kezeteket egy jó kis hatalmi játszmával. Lássuk, mit agyaltatok ki. A mindenit? Festék. Érkezik a kérdés, jól figyeljetek. Miféle ősi lény ez? Könnyű. Ja, hogy csak így azt hittem magát, a dinó fajtáját kell megmondani. Mindketten ugyanazt válaszoltátok, de vajon helyesen? Egy percig sem kételkedtem. Mindenki kap pontot. Szóval, amit látjátok, vannak könnyebb és nehezebb kérdések. Úgyhogy szerintem egész családnak, baráti körnek kiváló szórakozás ez a játék. Ez még nem volt. Vérfogyasztó bestiák, huha. Micsoda lázadó szellem, bízzuk a döntést a véletlenre. Nos, már csak két hatalmi játszmátok maradt. Bonzáj! És íme a kérdés. Melyik a világ egyetlen mérgező főemlőse? Hát, itt hiányzik egy csomó betű, ugye valami nehéz kitalálni. Tehát talán van itt vadász, lajhár, lajhármaki, mérges lajhár, mondjuk legyen az. Csak nem tudtam leokézni. Na jó, mindegy, talán az egyikkel. Lássuk a választ! És nem. Talán maga Einstein sem. Túl egyértelmű lett volna, hogy az. Lehet. Na se baj. Ismét itt a kategória választás ideje. Nincs egyetértés. Jöjjön a véletlen generátor. Felkészültetek egy utolsó csíntevésre? Remek, mert már is jön az utolsó hatalmi játszma. Dupla találat. Festék. Mindenki készen áll? Íme a kérdés. Melyik az egyetlen táplálék ezek közül, amelyet a koala képes megemészteni? Te azért vicces lenne, ha megenne egy óriás pandát egy koala. De igazatok van? Két válasz. Megkérdőjelezhetetlenül helyes! Hmm?
Már közeleg az utunk vége, srácok, de még vár ránk egy meglepetés. Igen. A döntő. Figyeljetek mindketten, most jön a döntő. Versenyt fogtok futni a piramis tetején. Minél gyorsabban válaszoltok, annál több lépcsőt másztok meg. Aki először ér fel, az nyer. A hegyek szerelmese szép előnyre tett szert, de ugyan nem tört a csúcsra túl hamar. Jól van, mielőtt elkezdjük, számoljuk ki a kezdő pozícióitokat. Igen, a hotdog egy kicsit le van csúszva. Rendben. Mindig a bombák. A hotdogokkal szerzett pontokat itt lépcsők kialakítjuk. Ne tétovázzatok, mert az a játékos jut legelőször magasabbra a piramison, aki elsőként adott jó választ. Szemeket, füleket kinyitni, jön az első kérdés! Melyik sportban van ütőfolyosó? Ütőfolyosó? Mondjuk a golf. Ne felejtjétek, a válasz sebességétől függ, hogy mennyivel hagyjátok le a többieket. A hegymászón komoly előnyre tesz. Hát igen, tulajdonképpen fönn van a felénél. Jó van. Fogyasztás. Festék. Jön a következő kérdés. Hogy hívják a McDonald's gyermekmenüjét? Egy kung fu mester reflexeivel játszatok. Itt a leggyorsabb győz. Ilyen jön a hatalmi játszma. Igen. Gömbet. Fogyasztás. Jön a kérdés. Lássuk. Milyen halfajta Némó és apja Pizsi? Sebesség, közben sikerült egy trófát feloldani. Méghozzá azt, hogy minden jeges választ fel kell oldani. Tehát nem közvetlenül a választ adod meg, hanem feltöröd az összes jeget, és csak utána válaszolsz. Rendben, itt a következő kérdés. Minek a típusai a baldahínos, a francia és futon? Ebben a játékban a sebesség Hoppá. Számít, és persze a helyes Ujjjjj! Milyen izgalmas lesz itt a végén! Jöhet a következő hatalmi játszma! Bomba! Bomba! Jön a következő kérdés! Melyik futballklub található Londonban? Ajjaj, foci, az nem az erősségem. Megépítenek pontokból? Hát lépcsőt! Vágjunk bele a következő hatalmi játszmába! Bomba! Gömbec! Jön a kérdés! Lássuk! Melyik ókori nép hordta a tógát? Aha.
Ajjaj. Na most tész ki. A játéknak bármelyik pillanatban vége lehet. Okosan válasszatok. Leginkább egyet Festék. Tudunk választani. Festék. Bár jön is a kérdés. Melyik hosszú tollassának ugyanaz a neve, mint egy kígyónak? Nem sokan múlt. Hölgyek és fiúk és lányok, megvan a győztes! Itt is van! Csodálatos! Ebben a játékban, akár csak az életben, csak az számít, milyen magasra érünk. A hegymászónk egészen a csúcsig ért. Gratulálok! A győztes díja pedig a hűn áhított tudás, tekercs! A tudást megoszthatod másokkal, vagy megtarthatod magadnak, ahogy szeretnéd. Ha most úgy érzed, hogy szétfeszít a büszkeség, az teljesen normális. Elérkeztünk hát a játék végére. Köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a piramis csúcsára, hihetetlen kaland volt. Kívánom nektek, hogy a tudás hatalma kísérjen titeket az élet csodálatos tengerén. A legközelebbi viszontlátásig. Igen, szóval a tudás tekercsen általában egy érdekesség szerepel, és tulajdonképpen ennyi a játék. Ezt lehet ketten és hatan is játszani. Közben meg feloldottam a tudástekercset, ami úgy szól, hogy 2012. októberében Stig Seversen szabad merülő búvár 22 percig tartotta vissza a lélegzetét a víz alatt. Ez hosszabb, mint a Simpson család egy teljes epizódja. Na, most már, hogy ezt is tudjuk, folytassuk innen a következő Lessünk Bele epizóddal. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és folytatjuk. Ha akarjátok, még bármikor lehet Knowledge is Power-ös videónk. Sziasztok!